A kísérlet, amit ma bemutatunk, a keményítő kimutatása. Keményítőt nagyon sok hétköznapi tápanyagunk is tartalmaz, mint például a kenyér, és a tésztafélék, a különböző gabonafélék, ebből készül tápanyagaink. Fontos ez számunkra, hogy keményítőt tartalmaznak, hiszen ezt a szervezetünk energiaforrásként hasznosítja, és hogy energiaforrásként hasznosíthassa, tápanyagainkkal be kell vinnünk. A keményítő kimutatását a lugololdat segítségével fogom elvégezni. A lugololdat az egy kálium-jodidos jódoldat. A kálium-jodidos jódoldatról azt kell tudni, hogy a jód természetes körülmények között vízben nem oldódik. Tehát ha vízben szeretnénk, vizes oldatot szeretnénk belőle készíteni, akkor a kálium-jodidba tudjuk ezt belevinni, és így laza kötéssel a kálium-jodidhoz kapcsolódva ezt a reagenst tudjuk előállítani. Ebben könnyen elmozduló jód található, ami aztán a keményítő szerkezetébe beépül. A következő formában fogom a kísérletet bemutatni. Készítettünk egy keményítő oldatot. Ennek fogom kimutatni a keményítő tartalmát, a neve mutatja, hogy nagy valószínűséggel keményítő van benne, illetve feltételezzük, hogy a búza keményítő tartalma révén a kenyérben is van keményítő, tehát kontrollként őt is meg fogjuk vizsgálni. A keményítő oldatról mondanék még néhány mondatot. A keményítő egy poliszaharid, ami vízben nem oldódik, tehát ez a szó, hogy keményítő oldat egy kicsit furcsa lehet. Magasabb hőmérsékleten azonban kolloid oldatot tud alkotni, és ebben a formában tudjuk oldattá feloldani, tehát ha megemeljük a hőmérsékletet, esetleg felforraljuk, akkor a keményítő szemcséket kolloid oldat formájában oldani tudjuk. A kísérletet tehát kétféleképpen végzem el. Az egyik alkalommal a keményítő oldatot felkeverem egy kicsit, hogy benne a keményítő egyenletesen oszoljon el, és ebből a keményítő oldatból teszek a kémcsőbe körülbelül 2-3 köbcentimétert, és a keményítőhöz fogok lugololdatot tenni. Amit várok, hogy a keményítőt kimutatva ebben a kémcsőben a keményítő oldat lilás színt fog mutatni, hiszen a kálium-jodidos jódoldatnak a szabadon elmozduló jód atomjai beépülnek a keményítő szerkezetébe. Tehát egy világos lila színt várok a reakció után. Ha elkeverjük, akkor jól láthatóan kimutatja, hogy az oldatban ténylegesen keményítő található, hiszen világos lila színűre színezte. A kísérletnek a másik része, hogy a kenyér keményítő tartalmát próbálom kimutatni, mert például kenyér formájában, mint az elején mondtam, elég sok keményítőt, szénhidrátot viszünk a szervezetbe, és fontos tápanyagunk. A kenyérre csöppentve szintén lilás színt várunk, valószínűleg egy egészen sötét szín fog megjelenni, hiszen sokkal nagyobb mennyiségben, töménységben található, egészen sötét lilára színezi. Tehát a kísérlettel bebizonyítottuk, hogy a kenyérben, mint tápanyagban keményítő található. Még egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, hogy a lilás szín a keményítőben azért jelenik meg, mert a keményítőnek két részlete van, kétféle részlete van, amilóz és amilopektin részek. Az amilóz részek spirálisan felcsavarodott, elágazás nélküli részek, és ebbe épül be a jód, és adja ezt a halvány lilás elszíneződést.